Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsor a március 8-án szerdán. Két hete működik az új ügyeleti rendszer a Vármegyében. Megkérdeztük ma a mai műsorban az Orvosi Kamara megyei elnökét is, hogy milyen tapasztalatokat szereztek eddig. Nézzük tehát a mai kínálatot. Fejlődő közigazgatás, folyamatos képzésekkel segítik a kormányhivatali munkatársakat. Magyarország a béke pártján a kormány szóvivő válaszolt kérdéseinkre. Orvosi ügyek, az ügyeleti rendszerről és a nem kötelező tagságról kérdeztük a megyei elnököt. Folyamatosan képzik a kormányhivatal munkatársait annak érdekében, hogy megfelelő színvonalon tudják elvégezni egyre bővülő feladataikat. Milyen kihívásokkal kell szembenézni 2023-ban? Vendégünk Román István főispán. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Ugye egy héttel ezelőtt voltunk mi is azon az ünnepélyen, amelyen a kormányhivatal munkatársai vehettek át elismerő okleveleket, bizonyítványokat, mert hogy sikeresen végeztek képzésekkel. Miért van szükség arra, hogy folyamatosan képezzék őket, és milyen jellegű képzéseken vesznek ők részt? Ez kifejezetten a kormányablak ügyintézői képzést végezte el 25 kollégánk sikeresen. Ez rendkívül fontos, hogy ezen a területen képzettek és napra készek legyenek a kollégák. Nyilvánvalóan egy-egy ügyintézési nagyon sok múlik azon, hogy az ügyintéző mennyire felkészült, és ami azt gondolom ugyanilyen fontos, hogy milyen empátiával fogadja azt az ügyfelet, akinek valamilyen ügyét meg kell oldani. Jellemző egyébként a folyamatos továbbképzés is. Egy kormányablak esetében, ugye, ahol már 2500 ügykörben történik valamiféle ügyintézés, akár a kérelem befogadása, vagy annál több rétű intézkedés is, ott azért jó felkészültnek kell lenni, és ugye tekintettel arra, hogy folyamatosak a fejlesztések, az informatikai háttérnek az alakítása, ezért szinte havonta jönnek olyan új instrukciók, ami alapján ez a munkát is hozzá kell igazítani. Tehát ez egy olyan terület, ami azt látom, hogy folyamatosan fejlődik, és ahhoz, hogy ezt hatékonyan is működjön, az kell, hogy a kollégák szakmailag felkészültek legyenek. Nagyon nehéz munka ez, már csak amiatt is, hogy ugye ügyfelekkel, élő személyekkel kell bánni. Mennyire nehéz ez a munka, hogy tapasztalja, mennyire sikerül megtartani az ott dolgozó munkatársakat? Hát valóban egy nem könnyű munka, minden olyan munka, ahol embereknek egymás közötti interakció jön létre, feladatvégzés az mindig bonyolult is tud lenni, vagy sok esetben bonyolult is tud lenni. De én azt gondolom, hogy nálunk a fluktuáció az nem olyan nagyon nagy mértékű, ami megnehezíteni ezt a feladatellátást. Sok olyan kollégánk van, akik még korábban, még az okmányirodás időkben kezdték ezt a munkát, akár több mint 10 éve is ezen a szakterületen dolgoznak. Hát ők tudják a legjobban elmondani azt, hogy onnantól kezdve, amikor megjelent az a 30-40 ügynek az integrált ügyintézése az okmányirodákban, hogy az képest már hol tart ez az ügyfélszolgálati rendszer. Természetesen folyamatosan fejleszteni kell, hogy változik a jogszabályi környezet, ahhoz alkalmazkodni kell. Meg hát ezt nem győzöm hangsúlyozni, az informatikai fejlesztések is egyre hatékonyabbá tehetik ezt a munkát, mert valljuk be, végül is az a legjobb ügy, amit nem kell elintézni, mert nem válik ügyi, vagy legalábbis, hogyha el kell, akkor az minél gyorsabban tudja az állampolgár mondjuk otthon a számítógép elől elvégezni. Én is ezeket szeretem a leginkább, amelyeket digitálisan el lehet intézni. Itt is vannak bővülések. Egy évvel ezelőtt beszélgettünk, tavaly valamikor nyáron, akkor említette azt, hogy egyre több olyan ügy lesz majd, amelyet digitálisan, online módon is el lehet intézni. Hol tartunk most ezekkel? Milyen típusú ügyek intézhetők el elektronikusan? Én azt látom, hogy az egyszerűsítés szempontjából több olyan kezdeményezés is van, ami egyre inkább kezd beérni. Nagyon fontos egyszerűsítés az, amikor a úgynevezett automatikus döntéshozatali eljárásban születik meg a döntés. Ezek a legegyszerűbb ügyek. Így gyakorlatilag miután ügyfélkapun beléptünk, kitöltöttünk egy elektronikus űrlapot. Ha megfeleltünk minden feltételnek, amit nyilvánvalóan a háttértárakból ellenőrzött a számítógép, akkor meg is kapjuk a határozatot néhány percen belül. Ez a legeslegjobb. A másik, ami fontos új irány, az a mesterséges
mesterséges intelligenciának a megjelenése az ügyintézésben. Ez több ponton a megyében már telepítésre kerültek ezek az eszközök. Így gyakorlatilag jelen pillanatban a kormányablakainkban találhatóak meg, de itt mindenféle ügyintéző közreműködés nélkül néhány egyszerű ügyben oda léphetünk az automatához, és miután azonosítottuk magunkat, azután az ügynek a kezdeményezése elindulhat. És a harmadik, ami nagyon fontos, hogy zajlik egy deregulációs munka a közigazgatásban, aminek a keretében az ezzel foglalkozó kormánybiztosság valamennyi munkatársunkat közvetlenül meg fogja keresni, és olyan típusú javaslatokat vár közvetlenül a munkatársaktól, amelyeket a mindennapi munkavégzés során gyűjtött tapasztalataikra támaszkodik, és nyilvánvalóan a javaslatoknak arról kell szólniuk, hogy hogyan lehetne esetleg egy-egy ügyintézést még egyszerűbbé tenni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a mi kollégáink is sok ilyen javaslattal fognak élni, és ennek az eredményeképpen mind az ügyfél, mind meg nyilvánvalóan a hivatalok életében további egyszerűsödés mehet végbe. Ugye fontos dolog volt az elmúlt ősszel, télen az, hogy nem csak jól kellett végezni a munkát, hanem takarékosan is, hiszen óriási mértékben nőttek az energiaárak, és nyilván a kormányhivatalt is érintette mindez. Hogyan sikerült ezt átvészelni, ezt az időszakot, és esetleg tart-e még, vannak-e még olyan döntések, amelyek érvényben vannak, mire lehet ebben az évben számolni? Hát kezdeném először a rajtunk kívülállókkal. Enyhe volt a telünk viszonylag, én azt gondolom, hogy ez hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem egy olyan nagyon kemény telünk volt, amivel mondjuk évek ezelőtt is szembesülhetünk, és nyilvánvalóan takarékoskodni szükséges nekünk is, miután az államigazgatásban a rezsicsökkentett energiára az nem értelmezhető. Hála Istennek az elmúlt években több mint 4 milliárd forintban értékben zajlottak olyan energiahatékonysági beruházások az ingatlanjainkon, ami a kiadásokat egyébként évről évre csökkentették. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy az idejében újabb 5 ingatlanunk esetében valósul meg energetikai felújítás, és gyakorlatilag miután ezt az utolsó csomagot, benyújtottuk utolsó pályázati csomagot, már ott tartottunk, hogy a kollégáknak komolyan kellett azon gondolkoznia, hogy az a fajta energiamegtakarítás, amit nyilvánvalóan ilyen pályázatnál előírnak, azok mely ingatlanjainkon megvalósítható még, tehát ilyen tekintetben azt gondolom, hogy kifejezetten jól állunk a megyében. A kollégáimnak pedig szeretném megköszönni azt, hogy ezt a hűvösebb, hidegebb időben is, ami a hivatali munkavégzés során körbevett bennünket, hogy ezt elviselték, különösen a hölgyeknek, mert mint tudjuk, ők nehezebben viselik, és hogy a nőnap van, akkor meg azt gondolom, hogy érdemes is róluk ilyen szempontból is megemlékezni, és külön megköszönni azt, hogy elviselték, hogy az idei téli munkaügyi környezet az kevésbé volt kellemes, mint amit korábban tudtunk biztosítani. Van esetleg még olyan rendelkezés, amelyet most is életben kell tartani, vagy ezek a hőmérsékletre való, vagy nem tudom, hogy milyen típusúak ezek a rendelkezések, de ezeket tovább is be kell gondolnunk tartani. Be kell, igen, valóban, és el kell úgy mondjam, hogy volt is eredménye, tehát a téli időszakban sikerült egy olyan megtakarítást elérnünk, ami célul ki is volt tűzve, tehát több mint 25%-kal sikerült mind a villamosáron, mint pedig a fűtés kiadások területén megtakarítást elérni. Ez nyilvánvalóan a költségvetésünk szempontjából is nagyon fontos tényező, mert hogyha pénznek egy nagyon jelentős része arra megy el, hogy egyáltalán létezzünk, fűtsünk és legyen áram, amivel tudjuk működtetni az eszközeinket, az nagyon megnehezíti egyébként a működést minden tekintetben, de úgy gondolom, hogy a kormányzati támogatásnak is köszönhetően stabil anyagi lábakon áll a kormányhivatal, és nyilvánvalóan ezt magunk részéről, amit lehetett, még megtettünk. Kellett egyébként valahol ügyfélszolgálatot, vagy bármit bezárni ideiglenesen ahhoz, hogy ezt a célt elérjék, vagy mindenhol működtek úgy, ahogy korábban is működtek? Ugye volt egyszer egy igazgatási szünet, ahol 3 héten keresztül a karácsony és január elejé időszakban bezártak a hivatalaink. Néhány kivételtől eltekintve, mert nyilvánvalóan
kormányablakok elérését néhány településen azért biztosítottuk az igazgatási szünetben is, meg vannak olyan feladataink, amik az igazgatási szünetben is kellett, hogy folyanak, de ez egy jelentős megtakarítást tudott eredményezni, és ráadásul a mindennapi életben sem okozott fennakadást itt Magyarországon, illetve hát van néhány olyan kormányablakunk, amit a tavasszal tervezzük újra kinyitni, de az elenyésző számú volt itt a megyében, amit a téli időszakra bezártunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az intézkedések nyilván hozzájárultak egyébként ahhoz, hogy a meglévő költségvetési pénzügyi kereteinken belül tudjunk maradni. És hát hogy várjuk mi is a tavaszt, mint mindenki természetesen, mert az ember azért azt nagyon nehéz szívvel nézi, amikor a számlákkal találkozik, és látja, hogy gyakorlatilag itt annak a háborús helyzetnek, illetve a háborús helyzet kezeléséből adódó energiának növekedések, azok mennyi pénzt elvisznek, amit egyébként nyilvánvalóan ugyanúgy, mint a magánéletünkben, egy hivatal életében is tudnánk sokkal hasznosabb dolgokra fordítani, fejlesztésekre, akár béremelésekre is sorolhatnám még ezeket, de hát sajnos az energiárak ezek nagyon komoly mértékben a költségvetésünket leterhelik. Ha már szóba került a háború, a múlt év ilyen tekintetben is elég nehéz volt ebben a akkor még megyében, most már Vármegyében, ugye a munkatársainak is nagyon sok plusz munkát adott az, hogy Ukrajnában nagyon sokan kerestek menedéket Magyarországon. Idén várható-e még ilyen, vannak-e még ilyen plusz feladataik, vagy fenntartják a lehetőségét annak, de hogyha most úgy érzékeljük, hogy talán kevesebben érkeznek, mint ahogy tavaly érkeztek. Ugye a háború kitörését követően az intézkedések, első intézkedések arról szóltak, hogy akik Magyarországra érkeznek, ők kapjanak megfelelő ellátást, tájékoztatást, szállást, élelmet, az utazásukban kapjanak segítséget, hogyha tovább szeretnének jutni. És ezt követően kerültek elő sorra azok a típusú kérdések, amik azzal foglalkoztak, hogy a Magyarországon letelepedni szándékozók azt milyen feltételekkel, milyen körülmények, milyen szabályozás közepette tehetik meg. Azt gondolom, hogy ennek a rendszere az elmúlt időszakban kialakult, viszont azt, hogy ez a menedéket kérőknek a száma, ez az intenzitás, ez hogyan néz ki, én azt gondolom, hogy ez nagy mértékben függ a háborús cselekményektől. Tehát az első időszakban elsősorban olyan emberek indultak el az Európai Unióba, vagy ide Magyarországra is, akiknek volt hová menniük, tehát konkrét példaként családtagjaik már valóként dolgoztak Európában, az Európai Unió valamelyik országában, és ilyen családegyesítés címszóval inkább utána mentek a hozzátartozójuknak. De nagyon sokan, akik menekültként elindultak Ukrajnának a keleti végeiből, azok Ukrajna nyugati részében találtak maguknak letelepedési lehetőséget. Azt kell látni, hogy több százezerre tehető csak Kárpátalján is a nemzet belső menekülteknek a száma, akik Ukrajna területén maradtak, viszont ugye háborús cselekmények hogy alakulnak, a közeljövőben azt nem tudjuk, hogy merre fognak alakulni nyilvánvalóan, ez befolyással lehet arra, hogy milyen további népmozgások indulnak meg. Ilyen azt gondolom, hogy mindig mindenre felkészültnek kell lennünk. Nem csak a munkatársaikat képzik, hanem foglalkoznak a foglalkoztatással, a gazdasággal is. A múlt héten volt szintén egy esemény, amelyben ugye aláírásra került egy olyan együttműködési megállapodás, amelyben a Vármegye, a kormányhivatal, Nyíregyháza megyőgó városa, valamint ugye az egyik kereskedelmi és iparkamara is részt vett ebben, mert hogy növelni kell a foglalkoztatást. Mi a cél, vannak-e olyan célok, és milyen eszközök vannak arra, hogy ezeket a foglalkoztatási célokat elérjék? Ugye az elmúlt években folyamatosan javult a foglalkoztatás helyzet a megyében. Ezt magyarra lefordítjuk, akkor úgy mondhatjuk, hogy több ember dolgozik, mint mondjuk évekkel korábban. Mostani számokból, amelyek rendelkezésünkre állnak, azt látjuk, hogy egyébként a foglalkoztatási helyzet a háború és az energiárak emelkedése ellenére is sokkal jobb állapotban van, mint bármikor korábban. Azt nem tudhatjuk, hogy ebben történik-e valamilyen változás, nyilván itt megint a bennünket körbevevő gazdasági környezetre és a háború, meg az ahhoz kapcsolódó
nagy politikai döntések kihatással lesznek rá. Mi a magunk részéről azokat az eszközöket, amelyek a rendelkezésünkre álltak a foglalkoztatási szakterületen, én azt gondolom, hogy sikerült maximálisan kihasználnunk. Tehát mind a támogatott foglalkoztatás, mind pedig a képzések tekintetében, a futóprojektekben, amilyen célokitűzésre kerültek, azok megvalósultak, vagy a napokban zárjuk őket és megvalósulnak. És az aláírási ceremónia, amiről ön is beszélt, az gyakorlatilag arról szól, hogy a következő 5 évben 7,5 milliárd forint érkezik megyébe ugyanígy foglalkoztatási célokra. Én azt gondolom, hogy eddig is szükség volt ezekre az eszközökre, és ezután is valószínűségnek tartom, hogy szükség lesz. Tehát ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az, aki szeretne bővíteni vállalkozásként, vagy munkaerőt fölvenni, az ahhoz kapjon támogatást. Aki szeretne elhelyezkedni, az meg ennek a hatására könnyebben meg tudja ezt tenni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy egy sikeres program kapuján léptünk be most. Ugye volt egy nagyon sajnálatos hír nemrég, az Electrolux ügye, ugye, hogy jövő évtől már nem tudja a nyíregyházi gyárát működtetni, és fölvették a kapcsolatot azonnal nyilván a kormányhivatal megfelelő illetékeseivel. Ebben van esetleg valami hír, előrehaladás, vagy folyamatosak a tárgyalások, hogy hogyan lehet ezt a 650 munkavállalót munkához juttatni majd januártól? Hát egyelőre milyen tájékoztatást kaptunk a cégtől, az arról szól, hogy fokozatosan is a munkavállalóknak a mindenféle jogait és érdekeit a szem előtt tartva szeretnék ezt megvalósítani. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Sajnos a megyében volt rá példa korábban, és itt a Vásárosnamény irányába kitekintünk az ottani ruhagyárnál, hogy a munkáltató nem volt korrekt azokkal a munkavállalókkal, akikkel korábban együtt dolgozott. Én azt gondolom, hogy ennek a veszélyeit kevésbé fenyeget, és látva azt, hogy egyébként Kelet-Magyarországon a munkaerőpiac, a új üzemek építése, az milyen lendületet vett, én azt gondolom, hogy vagy bízom benne nagyon, hogy sikerül elhelyezkedni rövid időn belül mindenkinek, aki ott dolgozott. Ugye csak a nagyobb üzemeket nézzük, akkor végrehajtott egy komoly létszámbővítést a LEGO, 2 nagy beruházás is van a Nyíregyházi Ipari Parkban, ami szintén új munkahelyeket fog teremteni a közeljövőben, és gyakorlatilag olyan volumenű és lendületű munkahelybővüléseknek vagyunk a kapujában, ami azt gondolom, hogy jó reményekkel tölthet el mindenkit. Nyilvánvalóan nem jó az, meg nagyon rossz lehet azt megélni mindenkinek, hogy a munkahelye az megszűnik, de bízom benne, hogy a kormányhivatal segítségével, illetve hát magának a munkaerőpiacnak a felszívó hatására mi hamarabb munkát tud mindenki találni. Ráadásul a foglalkoztatás politikai felelős államtitkár is ugye megyebeli, tehát pontosan ismeri a itteni helyzetet, Szomba Sándorra gondolok, tehát ő is gondolom tud segíteni. Így van, vele is konzultáltunk ebben a kérdésben, ő maga is járt itt, és foglalkozott az ügyel. Bízom benne, hogy olyan modernben fog zajlani az elkövetkezendő hónapokban ez a fajta változás, ami nyugodt körülményekkel fog történni. Mi a magunk részéről odafigyelünk arra, hogy ez így is legyen. Egy kis téma még, hiszen az agrárium is nagyon fontos ebben a megyében. Tavalyiben nagyon nagy volt az aszály, nagyon sok gondot kellett a nyakába venni a gazdálkodóknak. Az idei évről még nem tudjuk, hogy milyen lesz időjárás tekintetében. Mire számít, hogyan látja, jó irányban működik-e és fejlődik-e az agrárium a vármegyében? Hát azt látom, hogy rengeteg forrás érkezett a megyébe, ami elsősorban azt a célt szolgálja, hogy amit megtermelünk, azt fel is dolgozzuk, ami mindenféleképpen biztató. Ugye szeretjük magunkról azt mondani, hogy mi az országnak az éléstára vagyunk, ez így is van, viszont az egy nagyobb fejlettséget jelent és mutat, hogyha nem csak megtermeljük ezeket az élelmiszereket, hanem földolgozzuk itt a megyében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebbe az irányba haladunk, és az rendelkezésünkre álló források, amelyek a vidékfejlesztési programban
összegyűjtésre kerültek, azok azt mutatják, hogy nagyságrendekkel több pénz fog rendelkezésre állni az élelmiszerpiac fejlesztésére, mint egyébként állt korábban. Ez a magyar kormány is hozzájárul, mert az új vidékfejlesztési programnak a 20%-át biztosítja az Európai Unió egy megállapodás alapján, és a 80%-át hazai forrásból a Magyarország kormánya teszi mellé. Bízom benne, hogy ezekkel a lehetőségekkel is fognak tudni élni a megyében élő gazdálkodók, és akik az élelmiszergazdaságban dolgoznak. A visszatérve az Assaira, az tény, hogy óriási károkat okozott minden tekintetben. Károkat okozott azzal, hogy az árakra felhajtó erővel volt, károkat okozott azzal, hogy a jövedelmezőségét az ágazatnak nagy mértékben csökkentette. Hát bízom benne, hogy egy csapadékosabb évünk lesz az idén, ezt soha nem láthatjuk valóban, vagy nem tudhatjuk előre, viszont nagyon, nagyon kellene, hogy egy stabilabb évet tudjanak a gazdálkodóink évvégére maguk mögött hagyni, mint amilyen a tavalyi év volt. Hát csak a megyében az Assaikár az 7-8 milliárd forint értékűre tehető a mi számításaink szerint, ami pedig egy óriási összeg. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és szívesen látjuk bármikor a stúdióban. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást. A magyar kormány továbbra is a béke pártján áll, minden humanitárius segítséget megad Ukrajnának, de katonákat és fegyvereket nem küld. Erről is beszél a televíziónak Szentkirályi Alexandra kormány szóvivő Tisza Mogyoróson, Kerecsen József kérdezte. Alig több mint egy évvel ezelőtt több ezrével érkeztek naponta Ukrajnából a háború elől menekülők. A vármegye öt határátkelőjén, Záhonyban, Lónyán, Tiszabecsen, Barabáson és Beregsurányban segítők, önkéntesek, egyházi és civil szervezetek várták a bajba jutott családokat. A legtöbben abban bíztak, hogy a menekültek heteken, hónapokon belül visszatérhetnek otthonaikba, a harcok azonban egy év elteltével is tartanak Oroszország és Ukrajna között. A magyar kormány törekvése a kezdetektől az volt, hogy mielőbb megkezdődjenek a béketárgyalások a felek között. Az még most sem látszik, hogy a háborúnak mikor és milyen formában lehet vége, de Magyarország továbbra is az azonnali tűzszünetet szeretné elérni, mondta el Szentkirályi Alexandra kormány szóvívő. Nem szeretnénk semmilyen módon belesodródni egy háborúba, ami azért is látjuk, hogy egy nagy veszélyt jelent ránk, mert egyre inkább felerősödik a nyomás az Európai Unió felől. Emlékezzünk vissza, hogy az elején arról beszéltek az Európai Uniós országok, hogy csak olyan eszközöket küldenek Ukrajnának, amely nem alkalmas az élet kioltására, a németek sisakot küldtek, most pedig már ott tartunk, hogy Leopard tankokat küldenének pont ugyanezek a németek a frontokra, tehát nagyon nagy veszélye van annak, hogy Európa egyre közelebb kerül egy ilyen háborús konfliktushoz. A magyar emberek elmondták a véleményüket, erre tud a kormány is támaszkodni, elmondták a választásokkal is, hiszen akkor is a béke mellett tették le a voksukat, és elmondták például a nemzeti konzultáció kapcsán is, hogy nem csak a háborúnak a fegyverkezési része ijeszti meg őket, hanem azok a szankciók is, amikről viszont már maga Európa döntött, és amelyeknek tulajdonképpen most is hisszák a magyar emberek a levét a nagyon magas szankciós inflációs felárakban. Szentkirályi Alexandra hozzátette, az uniós szankciók mellett az energiaigényes ipari nagy beruházások járultak még hozzá a magas inflációhoz. A kormány célja az, hogy évvégére egy számjegyűre csökkentse az infláció mértékét, és fenntartsa a rezsicsökkentő intézkedéseket, amellyel átlagosan havonta 181 ezer forintot tudnak megspórolni a magyar családok. Minket arányaiban kifejezetten magas mértékben érint ez a bizonyos szankciós felár, amit az energiahordozók kapcsán meg kell fizetnünk. De azért ott vannak azok az intézkedések, amelyekkel a magyar családokat most is védjük. A legfontosabb szerintem az továbbra is a rezsicsökkentés fenntartása átlagfogyasztás erejéig. Ezzel még mindig átlagosan 181 ezer forintot tudunk megtakarítani egy-egy magyar családnak. Legalacsonyabb áram és gázárakat fizetik a rezsicsökkentett formában a magyar családok egész Európában. Aztán ott van az élelmiszerestop, ami megint csak arra jó, hogy minél kevesebbet érezzenek ebből meg ezekből az árakból az emberek. És hát számos olyan intézkedés van, a családtámogatásoknak a fenntartása, a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjjal való segítése, ami mind arra szolgál, hogy a magyar emberek minél kevesebbet érezzenek ebből a nehéz helyzetből, addig is, amíg le tudjuk dolgozni az inflációt.
A kormány szóvivő beszélt a néhány héttel ezelőtt kirobbant pedofil pedagógus botrányokról is. Elmondta, a kormány célja, hogy Magyarországon lépjen életbe Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvénye. Ennek előkészítésén dolgoznak éppen. Meg fogja vizsgálni természetesen az országgyűlés is, és a kormány is tárgyalt egyébként ezt a kérdést, hogy milyen típusú szigorításra van szükség annak érdekében, hogy a gyerekeink még nagyobb védelem alatt álljanak. Szerintem mindenkit, különösen a szülőket, nagyszülőket, de mindenkit felháborított az elmúlt heteknek az az egy-két története, amelyben olyan egészen bestiális dolgok láttak napvilágot, amelyek kiskorú gyerekeket érintenek, ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Az, hogy ráadásul ez a pedagógiai asszisztens, akinek az ugye a legnagyobb port kavarta, pedig még el is dicsekszik tulajdonképpen a tetteivel a közösségi médiában, ez meg azt gondolom, hogy még gusztustalanabbá teszi a dolgot. Az a célunk, hogy Európában, Magyarországon legyen legszigorúbb gyermekvédelmi törvény. A gyerek az egy szent és sérthetetlen dolog, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő. Március 1-je óta működik Vármegyénkben is az új ügyeleti rendszer, amelyet számos kritikával illetett a Magyar Orvosi Kamara országos vezetése. Mi a véleménye a megyei elnöknek? Dr. Sós Zoltánt Helebrand Enikő kérdezte. A ügyelet működtetője ezt követően is a feladatnak a törvényi kötelezettje már nem az önkormányzat, hanem az önkormányzatok egész pontosan, hanem az országos mentőszolgálat. Az országos mentőszolgálat feladata megszervezni a ügyeleti ellátást, és az ügyeleti ellátás két része is bomlik, vagy hát két ellátási időszakra inkább így fogalmaznék. Délután 4-től indul az ügyeleti ellátás, és este 10-ig tart az első szakasza, és azt követően pedig este 10-től reggel 8-ig a második szakasza. 10 óra után pedig kevesebb ügyeleti pont működik már csak, egész pontosan, hogy induljunk a végéről, hogy 20 ügyeleti pontból lett 13, minden járás székhelyen van ügyeleti pontunk, illetve egy gyermekügyeleti pont Nyíregyházán, tehát 14 ügyeleti pont van, és 10 óra után ez a 14 ügyeleti pont, ebből lesz 5, egész pontosan 6, mert hogy a gyerekügyeleti pont az továbbra is működik gyereksürgősségi mellett. Ugye korábban a ügyeletek működésében döntően a házi orvosok vettek részt, és a házi orvosok adták az ügyeletben működő és ellátó gárdának a javarészét. Ennek az alapja az volt, hogy a házi orvosoknak a feladatellátási szerződésében, amit az önkormányzattal kötnek, és abban ugye az van rögzítve, hogy mely utcák tartoznak hozzá, vagy mely településen végzi a nappali szolgálatot. Az feladatellátási szerződés döntően tartalmazott mindegyik kollégát, illetően ügyeleti kötelezettséget is, hogy részt vesz az ügyelet működésében. Azt követően március 1-től az változott meg, hogy a önkormányzatoknak ez a törvényi kötelezettsége az ügyelet működtetését illetően megszűnt. Így a feladatellátási szerződéseknek ez a része, ez a tartalmilag kiüresedett, és a ügyeleti kötelezettség önkéntesre váltott a háziorvosokat illetően. És a háziorvosi háziorvosok közül eldöntette mindenki szabadon, hogy részt kíván-e venni az OMSZ által szervezett ügyeletnek a működésében. És a korábbi hajdubihari tapasztalat is az volt, hogy a kollégáknak körülbelül 20%-a az, aki aláért az OMSZ ügyeletre, és a működésben részt vesz. Döntően azok, akik egyébként korábban is az ügyeletekben többször és többet ügyeltek. Ugye ismerős, meg ismert a háziorvosi korfa. Itt a megyében ez talán még egy picit rosszabb is, mint az országos átlag. És ahogy egyébként Nyíregyházától a országhatár felé haladunk, egyre rosszabb. A Csengeri térségben 67 év feletti az átlag életkor a Csengeri járásban. Ugye ez okoz nehézséget, egy idős háziorvosi korosztályra kell tulajdonképpen az ügyeleti kötelezettséget, ezt az éjszaka vagy este végzett feladatot rá terhelni, ami nehézséget okoz. Mi volt az oka az ügyelet átszervezésnek, már a filozófiája igazából? Az, hogy egymás mellett működtek sürgősségi ellátási módok, ugye egyrészt a mentőszolgálat, a sürgősségi osztály, illetve a háziorvosi ügyelet, és ennek valóban célszerűnek látszott valami közös eredőjét találni, hiszen ennyi humán erőforrás, ennyi ellátó nincsen a rendszerben, és célszerűbb is ezeket az ellátásokat valahogy együtt menedzselni. Ennek a közös eredőjének, hogy ki irányítsa, vagy ki legyen a diszpécsere ennek az ellátásnak, az OMSZ jó választásnak tűnt.
Tehát az OMSZ-hoz futnak be ezek a hívások, és az OMSZ dönt arról, hogy akkor mentő megy oda, ügyeletes kocsit kell küldeni, vagy pedig fáradjon be az ügyeletre a beteg, vagy esetleg telefonos tanácsot kaphatnak. Ez a rendszer működik jelen pillanatban, ugye 1830-as számot kell hívnia a betegnek akkor, amikor ügyeletet szeretne hívni, vagy egészségi problémája van házási rendelés időn kívül. De vannak pozitív visszajelzések is, hogy már a 1830-as számnak a hívásával a telefonon kaptok olyan tanácsot, ami segített abban, hogy a következő házasi rendelésig a panaszai orvosolva legyenek. Ugye, hiszen az ügyeleti szolgálat az arról szól, hogy olyan panaszokkal jelentkezzen a beteg, ez nem egy kényelmi szolgáltatás, nem egy meghosszabbított házi orvosi rendelésről beszélünk, sokszor sokan így gondolnak az ügyeletre, hogy hát nem értem el a házi orvosomhoz napközben, és akkor bemegyek az ügyeletre. A háziorvosi ügyeletnek az lenne a funkció, ez egy sürgősségi ellátási mód. A háziorvosi ügyeletnek az a funkció, hogy olyan panaszok megbetegedés kapcsán, ami jelentős panaszt okoz, és nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, amikor az én háziorvosom rendel, azzal lehet felkeresni az ügyeletet, és akkor ott ellátást nyújtanak. A sürgősségik mellett működő ügyeleti pontokon azért változott az ellátásnak a módja. Itt is az a mód, hogy megérkezik a sürgősségi osztályra a beteg a panaszával, és a sürgősségi osztályon úgynevezett triázs történik. Ez a triázs, ez egy olyan idegen szó, és olyan furcsának hathat, ez egy egyszerű szakkifejezése annak az eldöntésének, hogy mennyire súlyos az ő állapota. Egy szakképzett ápoló veszi föl tőle a panaszait, és a panaszai alapján eldönti egy ilyen ötös skálán, hogy mennyire súlyosak a panaszok, és hogyha enyhébbnek ítéli meg a panaszokat, akkor a háziorvosi ügyeletre fogja őt utalni. Ez azért hasznos, mert a sürgősségit sokszor arra az a panasz, meg az a panasz szokott megenni a sürgősségét, hogy rengeteg időt kell ott ülni, várni, meg aztán utána a leletekre, míg visszaérkeznek, azokat is vissza kell várni, és hogy sok időt kell eltölteni a sürgősségén. Itt a tekintetben, hogyha enyhe a panasz a betegnek, gyakorlatilag az ügyeleti ellátás során fél órán belül ellátást kaphat, hogyha tényleg enyhék a panaszai, és azok könnyen orvosolhatóak. Ebben egy döntően változott a rendszer. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!